konzulátusnak köszönhetően az 60. évfordulóra felállították ezt az emlékművet, ami nagyon szépen jelképzi az 56-os forradalmat, ahol az ifjúság kiegyenesedik, és az ő kettőtért sorsukat próbálják egyenes derékkal elviselve továbbadni és fejleszteni, és úgy éreztük mi, Prokultúra Subkarpatika civil szervezet, illetve főiskola, hogy kötelességünk továbbvinni azt a gondolatot, azokat az üzeneteket, amit 56 ifjúsága üzen nekünk a 21. században. Hiszen 56-ban kárpátaljai magyarok szíve is dobbant a magyarországi egyetemisták szívével együtt, és úgy gondoljuk, hogy nem csak Pesten kell erre emlékezni, és hát nagyon sok fiatal szívesen elmegy Pestre koszorúzni, de itthon már elfelejtődik ez az esemény, és nekünk ezt be kell hozni a köztudatba. Ezt természetessé kellene tenni, hogy ha nem is munkaszüneti nap, de méltó megemlékezés legyen minden iskolába, oktatási intézménybe, civil szervezetnél erre a napra, mert ez a nap október 23 volt az a nap, aminek köszönhetően ma itt állhatunk, hiszen a kommunizmus kemény alapjaiból, fundamentumából kiverték az első téglákat, annak ellenére, hogy tudták, hogy lehet, hogy nem fognak győzni, és elindult ennek a kommunizmusnak a szétmorzsolódása, ami ugye odáig vezetett, hogy Ukrajna is független lett, tehát Ukrajna szempontjából is ez fontos nap, hisz ha az akkor nem történik meg, nem jutunk el Ukrajna függetlenségéig, a dekommunizációig, hanem még mindig a kommunista rendszer jármában vergődünk, és sem lelkünk, sem mi magunk nem lehetünk szabadok. Tudják ezt azok, akik megélték. Szüleink, nagyszüleink, akik akkor jöttek haza, a nagyszülők, dédszülők a lágerekből, és tudták, mit jelent a kommunizmus keményebb formája, és mi fiatalok pedig megtapasztaltuk a brezsnyevi lágyabb kommunizmust, ami szintén olyan volt, hogy visszafogta a kreativitást, a szellemet és az emberi élet lehetőségét. Fontosnak tartom, hogy ezt mi is, és az utánunk jövő összes generáció megőrizze, és erre szólítanám fel a kárpátaljai magyarokat, pedagógusokat, civil szervezeteket, hogy a következő éven minél több helyen és többen legyünk ezen eseményre emlékezve.